Barack Obama arra kérte az amerikai hírszerzést, hogy végezzenek teljes felülvizsgálatot az idei amerikai elnök választás ügyében. Az amerikai hírszerzés szerint a hacker támadások Oroszország megbízásából történhettek, hogy beavatkozhassanak az amerikai elnök választás folyamatába, a kampányba, Trump felé billentve a mérleg nyelvét. A stúdióban vendégem Keleti Artúr, az Önkéntes Kibervédelmi Szövetség elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét. Az eredeti hír az úgy szólt, hogy egy magasrangú hírszerzési tisztségviselő azt mondta Reuters, hogy a hírszerzési ügynökségek nagy biztonsággal jutottak erre a következtetésre, mármint hogy beavatkoztak az oroszok hacker támadásokkal az amerikai elnökválasztási kampányba, és Hillary Clintonnak ártsanak. Mit szól ehhez az egészhez, ez az állításhoz? Szerintem ez egy abszolút lehetséges szenárió. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag a hírszerzés az már nagyon régóta figyeli ennek a hacker csoportnak a tevékenységét, aki valószínűleg ezeket a támadásokat végrehajtotta, vagy ezeket a szivárogtatásokat végrehajtotta. Ez egy csoport? Ezt igen, lehet ezt tudni? Igen, hát valószínűleg ez az APT-28-as nevezetű csoport, ez a kódneve a szakmában. Ez az orosz katonai hírszerzéshez kötődő csoport, és gyakorlatilag a 2000-es évek közepe óta aktív. A módszerei elég jól felismerhetőek, és ezeket a módszereket azonosították, amikor a DNC rendszerei ellen intézett támadást feltérképezték a kollégák. Na mik ezek a módszerek? Tehát hogyan lehet beavatkozni, mert nem magába a választásba avatkoztak be, legalábbis a hírek szerint, hanem a kampányba? Igen, azt még nem tudjuk, hogy a választásba közvetlenül bele tudtak-e, vagy akartak-e avatkozni. Egyelőre a kampányt vizsgálja ez a vizsgálat. Így gyakorlatilag annyi történt, hogy a DNC szervereit, ugye ez a demokrata pártnak a rendszerei, megfertőzték, pontosabban oda beléptek, oda behatoltak, és onnan információkat hoztak el. Két csoport volt, aki ezzel foglalkozott. Milyen információ, tehát tényleg laikusnak nézőként, aki nem foglalkozik, milyen információk, hogy tudnak ártani ezek, mit tudnak velük kezdeni? Ezeket utána ki is szivárogtatták, ugye több irányba. A Wikileaks is elkezdte szivárogtatni ezeket az információkat, ugye ezek levelezések voltak például Hillary Clinton kampányával kapcsolatban, és egy Guccifer nevezetű hacker is elkezdett ilyen információkat szivárogtatni. Sokáig azt gondolta egyébként a szakma, hogy ez valójában nem az oroszoknak az akciója volt, hanem egy magányos román hackernek az akciója. Tehát amit a kampányban hallottunk Clintonról, kiszivárogtatások, az lehetett emögött, amit a nézők hallottak az elmúlt egy évben? Ezek ebből jöttek, ez biztos, hogy ezekből a forrásokból jöttek. Noha egyébként Assange, ugye, aki a Wikileaksnek a főnöke, azt nyilatkozta, hogy az oroszoktól semmit nem kapott. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy komoly gond, hogyha véget ér ez a vizsgálat, még akkor sem teljesen biztos, hogy hitelt érdemlően tudják bizonyítani majd a titkosszolgálatok, hogy itt valóban történt. Miért nem tudják? Moszkva nyilván tagadja, mert Trump is azt mondja, hogy nevetséges, hát ezt el nem hiszi, ilyen hát nincs. Ez természetes. Azért nem, mert az ilyen támadásokra nagyon nehéz egyértelmű bizonyítékot találni. Csak hogy példát mondjak, az, hogy ezek az oroszok voltak valószínűleg, azt onnan lehet tudni, hogy olyan eszközöket használtak, amelyekben jellemzően orosz szövegek voltak találhatóak. Valamint hát félrevezetésképpen más is használt ilyet. Pontosan ezért erről van szó. És olyan számítógépeken készítették ezeket a különböző kórokozókat, amelyeket mondjuk Oroszországban nappali időben használtak, tehát munkaidőben használtak. Most ez szintén meg lehet oldani. Tehát majd számítógépet be tudok úgy állítani, hogy oroszul beszéljen, és hogy annyi időt mutasson, ami éppen Moszkvában van. Tehát az a gond, hogyha véget érnek ezek a vizsgálatok, még akkor sem lehet egyértelműen kijelenteni, ezek az oroszok voltak, vagy sem. És akkor mit lehet csinálni? Mert ugye ezt tudták, ugye már októberben kormányzati tisztségviselők beszéltek erről, hogy az orosz vezetés is, vagy az orosz vezetés által támogatott hackerek törték fel a demokraták rendszereit, tehát nincsen megfelelő védelem ez ellen? Tehát be tudnak avatkozni az Amerikai Egyesült Államok kampányába, vagy a választásába? Úgy tűnik, hogy igen, de nem csak ebbe tudnak beavatkozni, hanem sok minden másba is. Itt az a lényeg alapvetően, hogy igen, erről már tudott a hírszerzés, legalábbis azután, miután azt hiszem április környékén, vagy május környékén elindult ez a vizsgálat, akkor derült ki, hogy tulajdonképpen már egy éve bent vannak ezekben a szerverekben a hackerek, és akkor felmerült annak a lehetősége is, hogy igen, ez kihatása lehet a választásokra. Azért nem mentek mélyebben ebben a témában bele a politikusok, mert úgy gondolták, hogy sokkal komolyabb hatása lesz a választásokra, hogyha nyilvánosságra hozzák az összes információt, amit tudnak, mint hogyha várnak addig, amíg lefolyik az ügy, és utána majd maximum megnézik. De azért van itt egy másik politikai szám, amivel szintén foglalkozni kell, az az, hogy a titkosszolgálatok azért erősen vissza voltak szorítva az Obama kormányzat idején. Ugye Obamáik főleg a magánéletét próbáltak védeni a felhasználóknak és az amerikai állampolgároknak. Tehát azért
Én nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha ezek a kutatások, amikkel majd a vizsgálatok, amikkel a titkosszolgálat a végén előáll, azt hoznák ki, hogy hát itt az oroszoknak a befolyás az egyértelműen döntött. Azt gondolom, hogy ők egy ilyen, hát történt itt valami, de azért nem olyan nagy baj, vagy nem történt olyan nagyon nagy gond. Ez egy ennek semmi fog meg, jó. De hogyha ez igaz, amit mondok, hogy tulajdonképpen bármelyik ország választásába vagy kampányába beavatkozhatnak. Mi novemberben, mert Angela Merkel is beszélt erről, ő szerinte ugye azt mondta, hogy előfordulhat, hogy orosz informatikai támadás éri Németországot a 17-es németországi választási kampányban. Sőt, ez már bekövetkezett Angliában, ugye a friss választások előtt 2015 végén egyértelmű jelek utaltak arra, hogy már megpróbálkozott ugye ez a csapat, az APT-28-as, az angol kormányzati rendszerek megtámadásával, akkor az angolok ezt elhárították az állításuk szerint, de ez is csak most derült ki, sőt, már Magyarországot is megtámadta ez a csapat több évvel ezelőtt, felvettek magyarországi dominikát. Egyelőre csak annyit tudunk a dologról, hogy valószínűleg információkat szerettek volna kiszivárogtatni a magyarországi kormányzati rendszerekből, hogy ez végül sikerült nekik, vagy nem, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy volt egy ilyen próbálkozás, sőt azóta még több próbálkozás is lehetett. Egy picit még a németekre visszatérve, ők mástól is tartanak, mert pedig attól, hogy ezek az orosz hírszerző szolgálatokhoz köthető hackerek voltak az elkövetői a Bundestag tök pártja ellen még a nyáron elkövetett támadásoknak, ugye attól félnek, hogy ilyen bizalmas dokumentumokat fognak kiszivárogtatni. Ez valószínű lehet? Megtörténhetett most nyáron ez a támadás? 100%-ig. Ez a csoport, ez, ahogy mondtam, 2000 közepe óta aktív, és főleg kelet-európai célpontok ellen, vagy európai célpontok ellen specializálódott jellemzően, és igen, ezeket az információkat összeszedi, és utána felhasználja a hírszerzés. Egy mondatban már fél percünk van, hogy lehet, mit lehet csinálni, hogy lehet ezzel védekezni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy rengeteg olyan szenzort kell felállítani, amik észledik ezeket a támadásokat, és mielőtt még kritikus információkhoz hozzájutnak a hackerek, azelőtt meg kell próbálni őket valahogyan kizárni a rendszerből. De annyira fejlettek ezek a technikák, és olyan profi módon készülnek, hogy gyakorlatilag nagyon komolyan fel kell kötni a kormányzatoknak a nadrágot, szerintem Magyarországnak is, hogyha az ilyen típusú fejlett támadások ellen valamit akar tenni. Köszönöm, hogy itt volt, és elmondtam. Nagyon szívesen. Ez volt már a Magyarország élőben, én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Holnap Balázs várja majd önöket ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!